növelem, növelem, és lehet látni, hogy lehet elérni, hogy nagyon szép villan, jobban látszik. Na ez tulajdonképpen egy kis egyszerű villanás, és ebben már nagyon nagy szakítség van, tehát többetben volt, tehát figyeljük el vele. Ez jön végre villanásra, tulajdonképpen kis ülés. Most itt az elektromos áram fókerjelhez vállalni tekintélyek, de ugye most egy kicsit visszatérve az elméleti részére, a valóságban ez ugye úgy van, hogy feltöltődött egy felhő, és mikor létrejön egy villám, akkor valahogy kisül. Tehát a többszörös villám az mindig azt jelenti, hogy nagyon nagy tömegek töltöttek föl, és azok kisülnek. Na most miért van ez a hegyes vége? Azért, mert létezik ilyen egy csúcshatás, reméljük sikerül most. Megnézzük, hogy tulajdonképpen ennek a kisülésnek van egy úgynevezett szele, elektromos szél, amelyik azt jelenti, hogy én megnyitom ezt a gyertyát, akkor el fogja fújni, ha ügyes vagyok, el is tudja fújni ennek a mágiát. Jó lenne ezt a nagyobb gyertyát. Legalábbis azt látni fogjuk, hogy el... vagy egy másik gyertyát, hogy otthonban lesz. Ez van egy elnevezett kisülés. Tehát nem tudom bemutatni, sajnos a másik gyertyát otthonban lesz. Nincs egy nagyobb gyertyát, de nincsen. Tehát elfújná a lángot, és el is képes erre, hogy elfújja. Most tulajdonképpen ez a villámhár működésének is a lényege, hogy tehát jön a nagy feltöltött tömeg, és azt csinálja, hogy próbál valahol kisülni. Na most itt van egy csúcshatás, itt nagyobb a térerőség mindig a hegyes testeknél, és oda csap a villám. Nézzétek meg templomoknál is, ott van fönt, megy mellette egy drót, és azokat figyelni kell, mert amikor vihar van, véletlenül se szabad megfogni, vagy a közelébe lenni. Ezt mindig úgy szokták csinálni, hogy lehetőleg emberektől távol legyen ez a drót, mert az is halálos lehet, ha valaki ezt megfogja.